További kellemes rádiózást kívánok a Csillagpont Rádió hallgatóinak, munkatársam Török Nóra nevében is, a mikrofonnál a szerkesztő Monos Márta. A stúdió vendége pedig, ahogy azt én a beköszönő műsor tartalmában már elmondtam, dr. Hajdú László, az Expert Társaságok igazgatósági elnök, akit szeretettel köszöntök. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a meghívást. Kicsit azt is mondhatnám, hogy előre a medve bőrére beszélgetésünk elején, de hát ez nem teljesen fedné a valóságot, mert már tudjuk, hogy az év vállalkozója, címbirtokosa volt a megyei tavaly, és lesz az idén országos szinten, amely díjat majd december 7-én vehet át az országos Prímagálán, és ebből az alkalomból hívtuk be a stúdióba, hogy megismerkedjünk mi azzal a vállalkozóval, aki ennek a megtisztelő címnek a birtokosa. Tehát ezért mondtam, hogy erőre a medve bőrére, mert még hivatalosan nem kapta meg, ugye? De gratulálunk hozzá, ez mindenképpen jár. Köszönöm szépen. Hogy lett a miskolci fiatalemberből újra miskolci, és miként érdemelte ezt a címet ki, arról mindenképpen kell beszélnünk, és az életútjáról is kell beszélnünk. Hát a miskolci fiatalember a munkás éveit, hogy úgy mondjam, a fővárosban kezdte, ugye? Igen, egy év miskolci munka után én a jogot végeztem el Miskolcon. Ugye ez egy nagyon fiatal kar volt akkor, nagyon nagy nevekkel. Szóval egy év miskolci munka után Budapestre kerültem pénzügyminisztériumba, és 10-11 évet ott töltöttem el Budapesten. Alapvetően az állami ügynökségnél dolgoztam, osztályvezetőként, később igazgatóként, részesebb voltam a magyar privatizációnak, ez egy elég hősi korszak volt. Sikerekkel és bukásokkal vegyes volt ez a történet. Az ön életében is? Követője voltam az eseményeknek, nem alakítója én akkor, én azt gondolom. Elég fiatal voltam, 2 éve kikerültem az egyetemről, 3 éve kikerültem az egyetemről, de tényleg egy hősi korszak volt. Tehát nagyon attraktív dolgok történtek abban az időszakban. Végül is 28 évesen lettem az egyik privatizációs szervezetnek az egyik igazgatója, ami nem átlagos. Tehát háborúk után történnek ilyenek, rendszerváltások. Ilyen igen. És hát ezt tanulni kellett. Hát nem is nagyon volt előzőleg olyan, akitől el lehetett volna lesni. Hát ezt hívják úttörő munkának, ugye? Igen, nem volt minta. Nem volt igazán minta. Hazai legalábbis. Akkor a kelet-európai országok mindegyike ebben a helyzetben volt, és egymást figyelve is próbálta kialakítani minden ország a saját privatizációs stratégiáját. Nem akarok ebben mélyebben belemenni, mert azt hiszem erről nem egy, hanem több könyvet is lehetne írni. Szászónak is egy a végén ott eltöltöttem bő 3 évet ebben a rendszerben, szervezetben, állami vagyonügynökségben. Majd egy kormányváltás után az én útjaim is másfelé vezettek. De még nem ide Miskolcra vissza, ugye? Nem. Akkor úgy hívták azt a céget, hogy Fővárosi Szerelőipari Részvénytársaság, annak lettem a vezérigazgatója. Ez egy akkor is egy elég nagy cég volt. Pestnek különböző lakótelepein végzett kivitelezői munkákat. Ez akkor már a végjátéka volt ennek a cégnek. Kifejezetten azzal a feladattal küldtek oda engem, hogy a cégbezárást és szétválást azt lemenedzseljem, és lehetőleg minél fájdalommentesebben a munkavállalók, illetve minél sikeresebben a tulajdonosok számára, az állam számára, végül is aztán egy végelszámolás keretén belül zártuk be ezt a céget közel 4 éves regnálásom után. Hát nem kellett volna azért elmenni a fővárosba, mert itt is lett volna ilyen munka, ugye, a Borsodi megyeszékhelyen bőséggel sajnos. Hát nagy különbség van a végelszámolás és a felszámolás között. Az ebben biztos, se akarok bemenni. Biztos, lényeg az a felszámolás, az egy sajnos, az egy kényszerfolyamat. A végelszámolás azt eldöntik, és pozitív a vagyon. Tehát, nagyon fiatalon kapta meg ezeket a feladatokat. Nem volt önben sohasem olyan fajta tartás, hogy na most hogy sikerül? Ez habitus kérdés, én azt gondolom. Én beülök 10 000 méteren repülőt vezetni, és minden kollégámat erre bíztattam, hogy tegye meg. Szeretem a kihívásokat, és igyekszem megfelelni azoknak. Ez jellemző volt őre gyermekkorában és fiatalon? Még fiatalabban, hogy így fogalmazzak? Nem ijedtem meg a feladattól, igen. Hogyha megtalált egy feladat, akkor igyekeztem a legjobb tudásom szerint. Ha megtalált egy feladat, de hát ezeket a feladatokat manapság jószerűvel inkább nekünk kell megkeresni, nem?
Nagyon sokat változott a világ, tehát ugye amivel kezdtük ezt a beszélgetést, az 92, 93, 94, a 2000-es évek, a 2010-es évek világa már nagyon más. Rendkívül felgyorsult az élet, én azt gondolom, hogy most már az egyik legfontosabb feladat, hogy abban az információ dömpingben, ami az embereket megtalálja, próbálja megfelelően súlyozni, és megtalálja azokat, amiket ha üzlet, akkor azokat az információkat, amik számára jók, hasznosak, értékelhetőek, és a legoptimálisabb döntést ennek következtében meghozni. Az, hogy a rendszerváltozás időszakában, illetőleg azt követően kapta meg ezeket a nagyobb feladatokat, vagy találták meg ezek a feladatok ön, az mindenképpen hasznára, előnyére válhatott aztán a későbbiek során. Ugye azt mondta, hogy nem ijed meg a feladatoktól, a kihívásoktól. Hát az embereknek a vállalkozói világban az egyik legnagyobb baj, vagy gát az, hogyha a döntést nem tudja hirtelen gyorsan meghozni. És hát a kockázat az mindig ott van a háttérben valahol, tehát a döntés meghozatalában ez is benne van, meg a sok ismeretlen is benne van. Ezt tanítják, ennek tudománya van egyébként, tehát a menedzser döntéseknek a meghozatala az az általános elv, hogy hozd meg a döntést, a rendelkezésre álló legtöbb információ alapján a legjobb döntést optimalizáció. Ezért szeretek bridgezni, hogy egy oldalvágást is tegyek, tehát hogy a optimálisabb döntést hozd meg a rendelkezésre álló információkból. Aztán, hogyha nem jó, akkor módosíts, vagy hozz új döntést. De lényeg az, hogy ne halogass. Ez a legfontosabb. Igen, de hát azért az a sok kérdőjel azért az ott van mindig. Az, hogy évvállalkozója címet elér valaki, ugye jó 13-14 évvel ezelőtt jött vissza Miskolcra. Igen. És itt a Csillagpont Rádió szerkesztőségében én jól emlékszem arra a találkozóra pár évvel ezelőtti volt, amikor az első Miskolci Lions Club elnökeként üdvözölhettem, és jótékonysági akciókról beszélgettünk. És én akkor is feltettem a kérdést, hogy hogy jött vissza ide Miskolcra egy fővárosi sikeres életúttal rendelkező fiatalember. Most is felteszem a kérdést. Mi motiválta? Ahogy szokták mondani, mindenki szembe jött az autópályán. Ugye egy olyan városba jöttem vissza, ami a szívem csücske, de ami 210 ezer főről most ilyen 150 ezer környékére apadt vissza. Tehát igen, mindenki szembe jött az autópályán. Részben családi okai voltak, ezt talán nem fejteném ki bővebben, de egyébként, ha már az üzleti oldalt kérdezte, akkor barátommal elkezdtük kivásárolni Borsod megye egyik ikonikus mezőgazdasági cégét, a Borsod Agroker ZRT-t, és azóta is próbáljuk üzemeltetni ezt a társaságot. Voltak nehezebb időszakai, gyengébb időszakai ennek a társaságnak, egy több mint 50 éves társaságról beszélünk egyébként máji székhelyjel. Most jelen pillanatában itt a szűk régióban egy piacvezető társaságról beszélünk, több mint 6 milliárdos árbevétellel, a Borsod megye top 100-as cégei között azt hiszem 41 néhány helyedik van az árbevétel alapján. Eredményesen működik most már, az utóbbi három év az egy kifejezetten sikeres, erős tranzakciókat csinálunk, három újabb telephelyet vásároltunk, Füzesabonyban, Detken és Felső Zsolcán, úgyhogy ez volt az egyik csomópont, de ezzel együtt az számomra a legfontosabb a workout volt, tehát ez a talán az előbbi gondolat végéhez fűznék rá. Ugye a fővárosi szellőipari részvénytársaságot a végén végelszámolással be kellett zárni. És akkor jött egy olyan feladat dömping, ami felszámolásokhoz, végelszámolásokhoz kapcsolódott, Transelektro történet, nagy állami cégek, magántársaságok, parádüveggyár, ezek mind olyan feladatok voltak, amelyek arról szóltak, hogy egy adott társaság nehéz helyzetben van. Próbáljuk megmenteni, próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni abból a nehéz helyzetből, ami általában
külső tényezőktől függött, tehát világpiaci energiaárak, például egy parád sasvári üveggyárnál, és én ezt megszerettem. Tehát ez lett az én, hogy is mondjam, vállalkozásaim közül az, amit a leginkább kedveltem. Ez a tanácsadó ág, tanácsadó láb. És sok felé el kellett kalandozni. Értem ezzel azt, hogy sok ágazatban kipróbálhattam magam. Üveggyártásban, élelmiszeriparban, gépgyártásban. Ezek ilyen válságmenedzseri feladatok voltak jellemzően. De ezek a feladatok ugyan hozták azt is, hogy a megmenthető cégek közül néhányat nekem is felajánlottak, akár részbeni, akár teljes tulajdonlás tekintetében, és én ezeket a cégeket megvásároltam, és próbáltam talpra állítani, és működtetni, és üzemeltetni. Aztán utána kisebb eladtam. És hát az egyik legsikeresebb vállalkozó lett így a térségben, de az, hogy ide lejött haza, nyilván érzelmi okai is voltak, de hát valamiféle piackutatásnak, valami rálátásnak, valami reális rálátásnak kellett lenni, és hát azért valljuk meg őszintén, hogy az országnak ez a része, ez egyáltalán nem tartozik az úgynevezett jó befektetési térség körébe. Akkor én még építkeztem, amikor hazajöttem. Tehát a saját cégeim építésének a fázis a közbenső, kezdeti, középső szakaszában jártam. Ha nagyon erősen visszagondolok arra az időszakra, még egy elemet hagy mondjuk, Miskolc élhető. Tehát Budapesthez képest Miskolc kifejezetten élhető város a hegyeivel, vizet találni itt a környezetben. Én azt gondolom, hogy azok a mikro lehetőségek, amelyek Miskolcban, mint egy középvárosban benne vannak, aki így szocializálódott és így nőtt fel, akinek fontos az, hogy 10 percen belül elérjen a munkahely, család, gyerek, szülők, barátok, nexusba bármikor, bárhová, és kipróbálta Budapestet, Budapest egy világváros, az ottani létezést. Amikor már megjött a gyerek, én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sok előnyt tud adni egy vidéki nagyváros. Ez szempont volt, megmondom őszintén. Budapestet nem lehet kiadni az üzletből, tehát heti egy nap, ma is Budapest. Ez a minimum program. De Miskolc lehetőségeit is ki kell használni, én azt gondolom, és ma már hamarabb elérni Miskolcról Budapestre, mint adott esetben Budapest egyik kerületével átvergődni egy másik kerületébe. Úgyhogy ez egy tudatos döntés volt, 2006-ban építettem itt egy házat Miskolcon, és onnantól kezdve az eleinte kevesebbet aludtam, ma már azért a létezésem 90%-a az Miskolc. És hát egyre többet hallani őről, én magam is igazolhatom itt a rádión keresztül, de hát aki a médiában járatos vagy olvas újságot, néz televíziót, és egyáltalán figyeli a város életének alakulását, akkor tudja, hogy különböző helyeken felvetődik az ön neve. A Technika háza például pontosan azok körébe tartozik, amelyre utalt az imént, hogy megvásároltam, és két szót még hagy tegyek hozzá, élhető város. Rögtön összekötöm a Technika házával az élhető város szót, mert egyre több olyan rendezvénynek ad otthon, kiállításnak, tudományos konferenciának, egészségügyi programnak sorolhatnám még tovább, ami mind-mind hozzátartozik az emberek életéhez, a mindennapi élethez, egy úgynevezett értelmiségi élethez, léthez, de amiben hiányosságot lehet még mindig tapasztalni. Tehát azt nyilatkozta, olvastam, meg a rádiónknak is azt nyilatkozta, hogy szeretné, hogyha életet lehelne ebbe a Technika házába, olyan életet, hogy mindenki megelégedésére szolgáljon. Na most nem mindegy, hogy miben leheljük be ennek a háznak a falait, kétségtelen, tehát kell egyfajta limitet lefelé, felfelé, vagy köré vonni ahhoz, hogy az egy olyan színvonalon működjön, ami megfelel az elvárásoknak. Ön mit állított célul? Kinek, minek szeretne megfelelni ezzel? Hol van az a limit? Mi az, ami belefér ebbe a limiten belüli világba ahhoz, hogy tényleg élhető város legyen, és életet tudjon lehelni a Technika házába? Mindenkinek semmiképpen sem szeretnék megfelelni, tehát én ezt egy erős vállalásnak tartanám, sosem volt cél. A Technika háza egy pici szerelem, tehát én amikor ezt a városban láttam éveken keresztül elhanyagoltan és gazdátlanul
Én azt gondoltam, hogy ez az épület lokációjánál és egyébként maga épületként is többre hivatott. Vannak bizonyos adottságai, a fekvése, kifejezetten azt gondolom, hogy a városban való fekvése az rendkívül ideális parkolással együtt arra, hogy én fantáziát láttam benne. Elkezdődött egy olyan munka, ezt mi egy szlogennel, közösség, kultúra, vállalkozás szlogennel próbáltuk körülírni, ami arról szól, hogy teret adni olyan megkereséseknek, olyan civil vállalkozásoknak, ami kapcsolódik a lokálpatriotizmushoz, a Miskolcon maradáshoz, a megmaradáshoz, a kultúrához, a kultúra közvetítéséhez. Persze vannak erre elhivatottabb helyek itt Miskolcon, tehát nem akarom végsorolni Miskolc költségvetéssel bíró intézményeit, városi és egyéb intézményeit, de én azt gondolom, hogy mindig találkozunk olyan kicsi csapattal, aki a városban él és mozog és tenni akar, és nem találja a helyét. Sem a megjelenés tekintetében, sem pedig abban a tekintetben, hogy hol vannak ők otthon. Ezeket mi megszólítottuk. Tehát próbálom megszólítani ezeket a csapatokat, főleg ha fiatalok. Tehát nekem ez nagyon fontos szempont. Én azt hiszem, hogy ennek a városnak néhány dologban nagyon erős döntést kell hoznia. Tehát, hogyha a fiatalok mellé nem áll oda bármiáron, akkor én azt gondolom, hogy nagyon nehéz sors vár ránk. Meg kell tartani őket, az okosakat, a nem okosakat, a szépeket, a csúnyákat, minden fiatalt meg kell tartani, és meg kell becsülni. Ezért mi alapvetően fiatalokra, én a partneremnek mondtam, hogy lőjünk a fiatalokra, mindenképpen keressük őket. Ha ők festenek, ha énekelnek, ha táncolnak, ha zenélnek, ha csak egymás között gondolkodnak, és egyébként megteremtették a saját maguk kis diaszporáját, akkor adjunk lehetőséget, adjunk teret. Ha lehet, nem minden egyes elemében próbálunk non-profitak lenni, hiszen ezt mi nem bírjuk el. Persze erre partnereket várunk, keresünk az egész városban. De kifejezetten jó adottságonak tartjuk azt a színháztermet, amiben most mi beruháztunk, tehát színpadot építettünk, fényt, technikát, hangtechnikát tettünk bele, felületünk van, lehetőségeink vannak, le kellene ezeket váltani, és azt gondolom, hogy próbálunk tenni azért, hogy elő fogunk állni egy 2019-es program vázlattal is. Elég sok minden fog történni a technikaházában. Meg elég sok minden történt eddig is, tehát az egymásra találás azért az lassan-lassan beérik, az meghozza a gyümölcsét. Igen, hogyha csak tényleg, és nem akarok de színefest helyszín leszünk, a borangolásnak az induló állomásai leszünk, olyan programokat Harmony Day próbálunk rendszerelvűvé tenni, ami hosszú-hosszú távú építkezést feltételez ugyan, de szeretnénk ebből 5-10 olyan rendszerelvű programot csinálni, ami majd az években bizonyítanak, hogy megállja a helyét, kell-e ilyen Miskolcra, vagy nem. Majd el fogja dönteni. Mi csináljuk, és meglátjuk. Én leírtam ide három szót nagy hirtelen, hogy fiatalság, karitatív tevékenység, partnerség. Igen, fontosak. Fontosak. Mind a három. Fiatalságról beszéltünk, a karitatív tevékenységről még kevésbé, de azért csak egyet hagy említsek meg, hogy a Vörös Kereszttel együttműködési partneri kapcsolatot alakítottak ki, ugye, és vállalják, hogy ezt a bizonyos élelmiszerdobozt időről időre feltöltik, ami a megyei Vörös Kereszt szervezet székháza közelében található, és ez csak egy gondolom a karitatív tevékenységükből. Igen, ezt édesanyám mondta, hogy a te sikerednek a fokmérője az, hogy minél inkább segíted az embereket, azokat, akik rászorulnak erre. Nekem kedvenc szerzőm Örkény, és ő, amikor a második világháború alatt hadifogságban volt Szibériában, pontosabban ez egy munkatáboros történet, és úgy vitték ki, nagyon
szépen és nagyon meghatóan írja le azokat a történéseket, amiket ott megélt. Őt valójában ott túlélt, és egy szót emelt ki, hogy a kapcsolataiban rájött, hogy a legfontosabb szó, amit az emberek egymás között adhatnak egymásnak, az a szolidaritás. És nekem ez egy nagyon erős üzenet. És valószínű neveltetés is, és mert hogy megtehetem. Tehát ez a csomag, ez készen van. Próbálok ennek megfelelni. Itt a vége a beszélgetésünknek, az a szó, hogy megtehetem, kívánom, hogy sokáig tegyem meg, tehesse meg ezt, és hát ezt minden bizonyal észre is vették, nem véletlenül kapta meg, és kapja meg az év vállalkozó megtisztelő címet, amely mindenképpen egyfajta koronája a digi munkásságának. Gratulálok hozzá! Nagyon szépen köszönöm, Márta!